Sziasztok! Mint látjátok, nem a legjobb a hangulatom, mivel van egy kötés a kezemen, és most el is mondom, hogy ez miért van. Volt egy kezdetleges szemölcs ugye itt a kezemen, és eléggé rosszul kezdett kinézni, mert elkezdtem kaparni, ezt is csináljátok, hogy elkezditek kaparni, mert nagyon rossz vége is lett. És ma röviden bent kezdtem a kórházba, fogad dokinál. A biztonság kedvéért kivágta, mert úgy látta, hogy ez már nem állapot, ezt már kell csinálni. Össze is várta, nem volt őszinte a fém, amikor megláttam a nagy érzéstelen tűt, mikor beleszúrt a kezembe, kicsit fájt is, meg ugye nekem még nem volt soha műtétem, szóval ez nekem úgy kicsit még olyan fura volt, hogy ott a hordágyon bevisznek, betoltak, mint egy ilyen filmben. Az a baj, hogy ez nem olyan, mint egy film vagy egy játék, mert amikor a játékban látod, és élőben, hát én élőben, amikor megláttam azt a összevart kezemet, nem, az a baj, hogy ilyet láttam a játékban, de élőben, hogy ilyet, az a baj, hogy én nem így képzeltem el az ilyen dolgokat. Mindegy, nem is ez itt a lényeg, hanem az, hogy nagyon örülök, hogy így aggódik a családom. Értem, és mindent megtesznek azért, hogy nekem jobb legyen. Most ugye látják, hogy nagyon rossz a kezemnek az állapota, nagyon is fáj. Apa is, amikor hazaért egyben, már dobta el a táskát, így befutott, hogy mi van a kisfiával, a tesóm is segít, anyukám is, ahol ezt nagyon jól látni. Ennek kapcsán arra gondoltam, meg kéne prankálni anyáikat, ami nem prank, hanem ez meg lehet kicsit rossz dolog, ezt is csináljátok senkivel. Ki kéne használni anyukámat, apukámat és a tesómat azzal, mindent megkérek, hogy itt fekszek az ágyam, hogy jaj, nagyon fáj a kezem, meg minden. Ott én annak fel sem hívtam, Gabi. Azt mondta, hogy hívjam fel, hogy mi van velem. Szia, Geri, hát még mivel mondtad, hogy hívjalak fel, meg akartad gondolom kérdezni, hogy hogy vagyok. Hát még eléggé fáj a kezem. Nem beszéltem apával se, nem mondott semmit. Azért jó, köszönjük, hogy hívtál. Hogy vagy egyébként? Hát, jobban vagyok, de mivel elkezdett kimenni az érzéstelenítő a kezemből, most azért eléggé fáj, hogy húzódik össze. Minden jobb lesz egy kis idő után. Kis jobban lesz, akkor majd csinálunk valami programot. Oké, Geri. Még egy dolgot megkérdezhetek, hogy letöltjük a GTA-t, mert most itthon vagyok, meg mindent tudod. Aha, hát annyi, hogy a GTA az fizetős, határral kell megbeszélni, tudod? Uh-huh. Azt meg kell venni a bankkártyájáról, ahogy szoktuk. Uh-huh. Tehát nem tudod ingyen letölteni. Ja. Beszéljél apával? Beszélek majd én apával. Megbeszéled, akkor holnap délelőtt átugrok és letöltem. Oké, Geri, köszi. Jó, tulás, normál csúr. Köszi, Geri. Apát kell megfűzni már csak, de így könnyen fog menni, úgyis fáj a kezem. Megnézem, hogy mi mindent képesek értem megtenni. Először Leót fogom megfűzni. Leó! Szóltál? Igen, szóltam. Megnézhetem a kezed. Jó van, hogy azért? De óvatosan! Azt fel, azt fel. Bocsi, hozzak valamit, hogy segítsek? Igen, hozzal nekem szörpe. Ennyit csak szörpe. Jó, hozzá. Mi ez? Segítőkések is volt. Itt pedig olyan, hogy ha! Mindig leülj. Mindig én vagyok a hibás, de most. Láó, hol vagy már? Mindjárt már. Van? Ó, kérsz még valamit? Nem, köszönöm. Jó. Hogyha valamire szükséged van. Oké, ez aztán az ilyen. Anya! Mi az, kisfiam? Hozom nekem palacsintát. Palacsintát szeret? Uh-huh. Milyen palacsintát? Ekvárosat, mert túl. Én jó, haza. Hozom a palacsintát és felvédítsd. Igen. Egy túros. Meg egy lekvár. Meg egy lekvár. És elkezett kérdés kicsit. Fáj. Kiment most nem őrözni az Isten. Nem volt, holnapra már jobb lesz. Aha, még ahogy gondolom, húzódik össze az éjfáj. Hát igen, egy-két napig még rossz lesz. Na, megyek, még sütöm tovább, hogyha kell valami, szóljál. Oké, anya. Mindegy, egy dolognak örülök, hogy a gyerek legalább jól van. Állandóan kell neki valami, nektek ez nem gyanús?
Egy kicsit. Távirányítót se tudja már elvenni. Szerintem ő direkt szórakozik. Mert szerintem rájátszik, hogy most ő kifejezett, ugye középpontban legyen, mert ugye nyilván műtöttél a kezét, és most neki nagyon tetszik, imponál ez, hogy mi egyből rohanunk, szaladunk, stb. Mi van a Nómikával? Hát Bibis a kezecskéje? Hogy ment a palacsinta után, öregem? Érzi egyébként, hogy a kisgazdival valami történt. Na hívjuk apát, mert már a lányokat a leget ugráltattam. Valaki hív. Figyelj, ha megint ő hív, figyelj. Norman. Fiam, baj van? Menjek be? Igen. Hallod, édesfiam, de remélem a lábadat nem műtötték. Nem. Anyu eljárni se tudsz, csak azért kérdem, persze, jövök már is. Oké. Pillanat. Szerintem most akar valamivel beoldalazni engem, figyelj meg. Újabb kívánság. Biztos valami ízét akar. Te vagy a soros. Nem, azért tényleg a másodmény. Hát mi van az én kis beteg kicsi némi-némi Nómikájával ide szompiányom? Hát mi a baj? Hát fáteket. Hát és mit tudok én ebben neked segíteni, kisfia? Hát de az. Megveszik a GTA-t. Milyen GTA-t? Mik vannak benne? Milyen játékok? Lövöldözős játék. Lövöldözős játék. Édesfiam, annyi lövöldözős játékod van, meg annyi játékot töltöttünk le mostanában, hogy ez valami egészen elképesztő. Hallod, kisfiam, még mennyibe kerül az, vagy mit tudsz róla? Hát Steamről nem annyi, mint eredetileg. És mi kell hozzá? Hát a bankkártya. Le tudod tölteni, vagy mi meg tudjuk csinálni? Hát Gerivel letöltjük holnap. Hát akkor a Gerit föl kell hívni, kell neki. Már felhívtam. Ja, hogy te már itt áll a medvedből, de előre egy csicsajn. De csak azért, mert most egy pár napig itthon leszel, és akkor tud elfoglalni magadat. De egyébként tudod, hogy nem szeretem az ilyesmit. Uh-huh. Tehát ezek ilyenekre pénzt kidobás, tudod, meg az ilyen vibákokra, meg ilyenekre. Tehát azt, hogy tudja? Hát, pedig nem is vettem is. Mert a kezecskét tényleg meg nagyon hősiesen helytáltál, meg nagyon ügyes voltál. Most ugye nyilván most az egyszer ebbe a történetbe belemegyek, de egyébként meg hosszú távon én nem szeretném, hogy ilyen játékokra dobálnád el a pénzeket, oké? Okay? Jó? Hát tudod, nekem is, amikor a vádlimat, én azért mondtam neked, hogy az inekciót, hogyha beadják, akkor elérzéstelen. Jártam pár éve, most már van ennek 5 éve is. Tudom, amikor a vádlimat fölvágták. Elmentem, volt rajta egy anyajegy, megnézték nagyítóval. Figyelj, elmondom neked, hát jó, azért csípjük le. Elmentem, van egy kis vágás, egy tapasztrál, semmi gond. Mert eltelt 2 hét, ugye elküldték szövettanra ugye a leleteket, és 2 hét múlva hív egy doktor bács András, hogy Csillor, elég rossz hírt kell közöljünk, hát magának melanómája van, rossz indulatú melanóma, bőrrák. Úristen, ne tudnak, hogy mit éltem át addig, utána egy pár nap múlva még jobban kivágták, és ugye annak szerencsére ugye a szövettana azt mutatta, hogy nincs semmi baj, de hát ugye nem kívánom senkinek, mondom, végre itt van 2 gyönyörű gyereke, minden, stb. Hát mondom, nem létezik, hogy ennyi volt. Mindegy, komoly sztori ez, úgyhogy azért kell nagyon odafigyelni ezekre a dolgokra, nem szabad a szemölcsöket, stb. Piszkálni, főleg az anyajegyet, még ilyesmi. Mert látod, azért ömlött a vér belőle, összevérezted az ágyat, mindent, tehát azért nem egy játék egyébként is, fiam. Úgyhogy puszit azért kapok. Na. Most értünk haza, voltunk a fogszabályzáson, és most megyünk, mert a Laucika mit is fog csinálni? Hát szombaton megyünk ugye versenyre. Igen. És most van igazából a főpróba, most oda megyünk. Már várom, elsőbb leszünk. Akkor kijutunk Bécsbe. Oh, komolyan? Igen. Kijutunk oda a Bécsbe, Ausztriába. Jaj, de jó, hát ez komoly sztori. Valahogy kéne csináljunk. Mi ketten a Norman meg kéne lehetünk valami jó kis repzenét kéne csináljunk, vagy egy jó kis dalt írni, vagy ilyesmi. Írtam egy ilyet. Laura vagyok, egy youtuber, és van egy rossz csont bátyám, aki azt hiszi, hogy ő egy nagy császár. Szerencséd, ha elfogad, vagy a fogad bánja, popcorn a mindene, és a gamer géte. De hát itt nem tudom, csak valami ilyesmiben gondolkodom, hogy Laura vagyok, egy youtuber, és van egy rosszon bátyám, aki azt hiszi, hogy ő egy nagy császár. Szerencsét, ha elfogad, vagy a fogad bánja, popcorn a mindene, és a gamer képe, vagy széke, vagy valami. De amúgy ez is széke. Igen. Laura vagyok, egy youtuber. Van egy rosszan bátyám. De nem bátyám, bátyám. Bátyám. Aki azt hiszi magáról, hogy ő egy császár. Szerencsét,
ha elfogad. Vagy a fogad bánja. Popcorn a mindene és a gamer széke. Vagyis gépe. Miért csak neked kell spicipő, a többinek nem? Meg a Lillának. Meg a Lillának, ti ketten lesztek, csak akik ilyen balettos dolgot fogtok előadni? Húha, egyre izgalmasabb. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel! Most nagyon figyeljetek! Akik márciusban Lamboxot vásárolnak, azok között kisorsolunk egy Play-It Collector szegyet. Ha bekövetitek vasárnapig ezt a négy Instagram oldalt, akkor kisorsolunk összetek egy Play-It Deluxe szegyet. Ha most vasárnapi kommenteltek a lauranorman.tv-n, akkor egy normál Play-It jegyet sorsolunk ki köztetek. Sziasztok! I've crossed to the other side.